mint kerekasztal beszélgetésnek a gazdaságfejlesztés volt a fókuszában. Milyen olyan operatív programok vannak, amelyek most aktuálisak, és amikről valami újdonságot el lehet mondani? Nekünk három pályázatunk van előkészítés alatt. Az egyik egy vállalati informatikai megoldásokat támogató pályázat, ez 40 milliárd forint, 17,5 visszanemtérítendő és 22,9 milliárd visszatérítendő forrással, 40%-ot kaphatnak a támogatott vállalkozások visszanemtérítendő forrás formájában, és itt a kerekasztalon elhangzott, hogy nagyon kedvező, körülbelül 1%-os hitelkamat melletti visszatérítendő forrással fogjuk támogatni ezeket a cégeket. A másik az export támogatásos pályázatunk, ami a külpiacra lépést segíti elő. Elsősorban informatikai vállalkozásoknak szól ez a pályázat is, és a harmadik pedig a felhő alapú szolgáltatásoknak a fejlesztése. Itt mi alapvetően arra gondoltunk, hogy olyan vállalatokat célozzunk meg, akik ilyen szolgáltatásokat szeretnének nyújtani kis és középvállalkozások számára. Mindegy, hogy ezek a kis és középvállalkozások milyen szektorban tevékenykednek, a lényeg az, hogy az ő általunk igénybe vett szolgáltatásokat, felhő alapon igénybe vett szolgáltatásokat a lehető legnagyobb mértékben tudjuk támogatni. Ebben van ugyanis a legnagyobb hiátus ma a magyar piacon, és hogyha megnézzük az Európai Uniós tagállamokat, akkor az utolsó helyek egyikén állunk ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételét illetően. A 3.2.2-es az novemberben kerül kiírásra, januártól pályázható. A másik két pályázatnál hogyan állunk? Elindultak már, vagy ott is még egy kicsit várni kell? A státuszunk ugyanaz, mind a három pályázat esetében. Novemberben szeretnénk megjelentetni őket, erre minden esély meg is van. Ezt a jogszabály szerint egy 30 napos időszak követi, amikor csak ismerkednek a pályázók a pályázatokkal, és a felhívás várhatóan januárban nyílik úgy meg, hogy ezeket a pályázatokat be is tudják adni a vállalkozások. Ilyen a fogadtatás. Többször beszéltünk már az informatikai felzárkóztatás segítő programról. A másik két területre milyen az érdeklődés? Az is nagyban a kis és középvállalkozásokat célozza. Az export talán nem annyira, de azért azt gondolom, hogy azt mondjuk mindig, hogy szemléletet szeretnénk formálni. Látszik-e már ennek a folyamatnak az eredménye valamilyen szempontból? Mi hozzánk olyan hírek jutnak el, hogy nagy a várakozás ezeknek a pályázatoknak a meghirdetése kapcsán. Jelen pillanatban a legnagyobb számosságú pályázatunk, ez valóban a vállalati informatikai megoldások vezetésének a támogatásáról szól. Itt 4000 céget kellene elérnünk, amit azt gondolom meg is fogunk tudni valósítani. Az export pályázatunk esetében jóval kisebb az indikátorszám, de ott is 100 és 200 cég között számolunk, a támogatási összegek visszaszámolásával viszonylag gyorsan ki is jön ez a szám. A felhő alapú szolgáltatások támogatásánál ott 10 és 20 közötti vállalkozást szeretnénk támogatni, de ez alapvetően azért is van, mert a korábbi időszakban is volt ilyen jellegű pályázatunk, és alapvetően nem az a cél, hogy új felhőközpontok jöjjenek létre, hanem olyan felhőközpontok pályázzanak, akiknek már van ilyen szolgáltatásuk, és akiknek ezeket a szolgáltatásoknak a fejlesztését érdemes az államnak ösztönöznie. Egy nagyon picit más téma, de mégiscsak kapcsolódik a gazdaság fejlesztéshez. A munkaerő és az utánpótlás területén is a minisztériumnak nagy feladatai vannak, vállalt feladatai. Utánpótlás nevelésben, stb. Hogyan állnak ezek a programok, hol tartanak most? Mi feladat és felelősségi körünkbe alapvetően a mérnök és informatikus képzés tartozik. Ez azt jelenti, hogy itt a nagyjából ma 20 és 30 ezer közöttire becsült informatikus hiánynak a mérséklésére szeretnénk egy pályázatot elindítani. Ennek a pályázatnak a megvalósítása jelenleg zajlik. A beszerzések előkészítése van folyamatban, és azt gondolom, hogy a következő februárjától már pilotprojektszerűen el fognak tudni indulni ennek a projektnek egyes elemei, de a legnagyobb része ennek a felhívásnak ez szeptemberre datálódik, akkor indulnak el az egyetemeken a különböző oktatási licenszek, akkor indul meg a gyakornoki programunk, és akkor indul el az oktatói poolnak a létrehozása, amelyből majd a felsőoktatási intézmények válogathatnak. Ez azt jelenti, hogy a cégek, akik erre hajlandóak, ezért támogatást is kapnak természetesen, a szakembereiket a felsőoktatási intézmények rendelkezésére bocsáthatják, akik ott órákat tarthatnak, annak érdekében, hogy a legnaprakészebb tudást tudjuk átadni az egyetemen és főiskolán hallgatóknak.